úgy számoljuk az alkalmakat, ahány szolgálatot töltünk közösen, rendőrök és polgárőrök együttesen. Ez ebben az évben, december 15-éig több mint 1000 esetben történt meg. Kovács Zoltán Tolnamegye rendőr főkapitány helyettese úgy értékeli, rendkívül fontos a polgárőrség által végzett munka, hiszen hatékonyan segítik a hivatásos állomány kötelezettség ellátását. Olyan szövetségesünk a Megyei Polgárőr Szövetség, amely elengedhetetlen közbiztonság szempontjából. Kialakult a klasszikus gyakorlat, ami nyilván a polgárőrségről szóló és a rendőrségről szóló törvénynek megfelelő, és hát ennek az értékelése szinte zökkenőmentes, illetve hát rendszeres. A Polgárőr Szövetség keretein belül 68 egyesület működik 73 településen. Jelenleg 1700-at meghaladó a taglétszáma a szervezetnek. A legnagyobb probléma abban van, mondja Széles János elnök, hogy az átlag életkor közelíti a 60 évet. Szinte úgy hívnak bennünket, hogy az aggók háza, kiöregszünk. Én is elmúltam 60 éve, szinte itt az elnökségi ülésen én vagyok itt a legfiatalabb, a fiatalítás. Ez kell megnyerni a fiatalokat, de a mai világban úgy látom, hogy egyre nehezebb lesz, mert senki nem hiszi el, hogy komolyan dolgozik valaki ingyen és bérmentve a közösségért. Népszerűvé kell tenni a polgárőrséget a fennmaradás és az egyre növekvő szolgálat elvégzés érdekében, mondja Széles János. Ez 2019 egyik, hanem a legmeghatározóbb feladata.